Itt vagyunk, srácok, itt vagyunk, jelen pillanatban vagyunk, történelmet írunk, és bent vagyunk a Counter-Strike 2-nek, azaz a 2-es source motoros cségónak a menüjében. Itt vagyunk, első között lehetünk, akik kipróbálhatják, szemtanúi lehettek, és most nem fogok mindenen átmenni, viszont hogyha részletesebben meg szeretnének nézni egy bemutatót a játékról, akkor a leírásban megtaláljátok azt a livestreamet, ahol kicsit hosszabban belenéztünk az újításokba. Na most ugye a skinek megmaradnak, ez nem az én fiókom, véletlenszerűen dobja ezt a limited verziót, és nem mindenki kaphatja meg, jelenleg még én sem kaptam meg, segítségre volt szükségem, és hát voltak kedves emberek, akik segítettek nekem. Sok mindentől függ, a trust faktorodtól, hány játszott órád van, hányszor lettél kirúgva, hány reportot kapsz, mennyi időt játszottál így az elmúlt időben hivatalos CSGO szervereken, meg úgy átlagosan véve mennyire vagy jó fiú ebben a játékban, és hát kevesen kaptak, én sem kaptam még. Sajnos jelenleg csak Dust 2-t lehet játszani, versengő deathmatchben, vagy lehet gyakorló módban játszani, és ami nagyon fontos, itt írja is, hogy nem befolyásolja ez a 2-es verziója a chainnek az igazi CSGO rangunkat, tehát amilyen eredményeket itt elérünk, az nem fog számítani az igazi chainben. Itt van, srácok, a betöltőképernyő, egyébként szerintem tök menő, kicsit letisztult, a minimalistább, nekem tetszik. Hát én már a beállításokat levittem lóra, én értem én, hogy grafika meg minden, meg új motor, meg új grafika, viszont szerintem egy kompetitív játékot low grafikán, azaz alacsony grafikán kell játszani, mivel hogy az FPS a lényeg ebben az esetben. Tehát olyan fura, hogy nem 1v1 van így bemelegítésben, hanem megint így a másiknak a kezdőjére kell jönni, és hát az van, mint régen, ami volt igazából. Nagyon tetszik ez a kis intro, hogy bemutatja, hogy kik vagyunk, kik ellen, kik a társaim, stb. Hi guys. Go long, let's go long. No. Longrás van. Én kapom az egyetlen. Jó, nem. Társam is meghalt. Nem baj. 1-0. Ez a long, ez nem volt egy jó ötlet egyébként. Longon nagyon rossz kezdeni, szerintem mindig is. Oké, Gobi. Van Thanos. Egy kocsina. Kocsinába? Nem tudom, valóna oldalba lőttek. Van Daddy. Kamei. Last AWP. Yes. Low, I think he's low. Nem szeretem, hogy nem mutatja, hogy mennyit adtam bele. Itt se írja. Kill from two sides, come on. Itt nem fogom megtalálni. Lesz olyan okosan? Nem, nem, short. Ez nagyon jó. Belement a tűzbe, de akkor is lelőtte. Itt egyébként az egy killes előrébb van, mint a többi. Csak azért, mert ő többet sebzett. Ez érdekes dolog amúgy. Az hogy? Annak mozgó izéje van, azt most látom. Oké. I'm planting short. What? Ezt valaki magyarázza meg. Ezt lassítsátok be, srácok. Behind, take that. Side. Dead. Come with the bomb, come. Elevate. No. Short. Short. Jézusom, mekkora érzékenysége van. Play with time. Good job, man. Szerintem össze-vissza dobja amúgy a rangokat, mert ez a srác, szerintem... Na, mindegy, nem akarok előítéletes lenni, ez a fiók sheriff, amikkel én most vagyok. Oh no. És egy molotov, hogy meg tud állítani, Jézus Isten. Let's try mid. Milyen furcsa ez a tűz amúgy. Jézusom. Yes. Oh.
Mert nekem fontosabb az M4, mint hogy körbenézek először. Megvan az Echo, srácok, megvan. Nem mennek B-re. I'm faking A, oké? Go B. I cannot play, use my mouse. Nice. Jó lenne megnyerni ezt a kört, hogy előnyben legyünk. Na, plantünk bosort. Yes, nice. Good job! Megvan az előny, srácok, 5-3. Megyek B-re, de mivel egy smoke-kal és egy gránátra, srácok, ez a 2-1-ben OP. We're leaving B. One shot. Hűha. Side. B. Dead. Az B, az igen. Menne undi két assist. Az amit tényleg fura ezzel a ranglista, hogy 8 killel az első a srác. Csak azért, mert 1000 sebzés van, tehát is sebzésre megy a ranglista. One is mid double doors. Somewhere there. Oh nice. Oh, they are mid. B. Yes, one's B. És nem látom, hogy mennyit adtam bele. Ez rossz, ez nagyon rossz. Mit gondolt, hogy nem fog itt várni a két nagyszerű csapattársa, és nem fogja ő nyakon csapni? Bent is van. Hopp, no scope. Nem sikerült a no scope. Na srácok, a lényeg, hogy 8-4, tehát már veszítés nem lesz. Tehát ez olyan, mint a hosszú meccsben, hogyha 15-nél lennénk, meccspontnál vagyunk. You tehát... want to go one eco, rush long. Yeah, rush. I think he's low HP. Oh. Az szép. Úgy hirtelen kettő. Miért, mert legalább egy. Legalább egy meg volt. Short. I think they are going short. I heard one going flashbang. Lost mid. Low HP, 10 HP. Ha egy AK-m lenne, ezért szeretem az AK-t, mert általában fejre megyek és az AK az egy hit fej, az fix. Van, ez 10 HP. I will find low HP. Ramp. Nice, good job. Ne, ne, oh my god. Ugye XP-t kapunk, viszont a rangunkat azt nem befolyásolja, ez el is van mondva egyébként a menüben is, hogy a rang az nincs befolyásolva. Viszont XP-t azt ugyanúgy kapunk, tehát thank you. Jött a kövi meccs. Hi guys. Kezdődik, hiányzott. Páran vannak. Húha. Hú, de érdekes a P2000. Jézusom, ezek a hangok. Még mindig nem szoktam meg, pedig már nyomtuk. Let's go, szuper. Ja igen, és amit még nem mutattam meg nektek, egy gránátat most el fogok erre használni. Itt a smoke, ugye? És ha meg szeretném nézni, hogy ki van bent, ide dobok egy gránátot. És látom. Látom egy bizonyos ideig, hogy mi történik a smoke-on túl. Ez érdekes kicsit, nem tudom ez milyen fizika, vagy ez valójában is így van. Minden is trappolnak. Nagyon jó. One more. Oh.
Nótrabban jön, hogy nehogy halljam. Honnan gondolta, hogy jövök? Van a cheat rendszer is? Megújult? Jó kérdés amúgy, ez az, amit sokan nem tudunk, és nagy kérdés marad. A cheat rendszer vajon ugyanaz? Az anti-cheat rendszer. Akarom mondani, nem a cheat rendszer. They're going short. All mid. Júj, de ezek a sebzések nagyon durvák, nagyon, nagyon az arcodba nyomja, hogy hallod, most lőnek. Hello guys. Hi. Negyedik körbe köszön a csáva, vagy ötödikbe. Nagyon jó. Hú, szerintem nagyon össze-vissza dobja most a rangokat. Szerintem itt Sheriff játszik Novával, meg Supreme, Silverrel, itt minden van most szerintem. Jaj, a lábad. És lemegy délre. Oké. Okay. Lol. Baj. Hogy láttál? Elégettem valakit. Az jó. De hogy látott meg? Oké. Négy az állás, srácok. Oké, Gobi. Kíváncsi leszek, mennyire Gobi lesz ez. Elkezdünk rásolni, és majd meg fognak állni. A közepén. Oké, megy a smoke. Go, rush. Honnan? Nagyon jó, mert a plant. Hú, de fura, hogy elmegy a smoke. Oké, ott egy hátul jön, oké. Hú, nem is egy. Megfelelkezett, hogy közben hátba lőtt. Nem fényes amúgy, 6-5 az állás. Ó, Jézus! Jó, kirakom sortba. Jó, ők is a bombával. Szétén is láttam senkit. Hopp, egy itt volt bent. Zsíny. Ott jó lett. Közben. Hopp, mi történt? Srácok, mi történik itt? Jézusom. Én úgy nem tudtam, hova nézek. Annyi ember megjelent, annyi enemy megjelent hirtelen. Jó, hát 8-7 az állás, ebből már nyereség nem lesz, de még utolsó körként jó lenne amúgy lehozni. Ja, hát én itt bejövök, szerintem itt nem lesz benne senki. Úristen, lábam. Most össze fog zavarodni. És azt hiszi, hogy izén van. Azt fog inni, hogy ám van. Ez ami nagyon jó. Vagy hát nem tudom, hol van igazából az enemy. Jó. Hát ezt már nyertik, srácok. Jó. Örülök. Legalább megvan a döntetlen. Nehezen volt meg. Na hát srácok, ez lett volna a Counter-Strike 2-nek az első bemutató videója. Még sok tartalom fog egyébként érkezni a csatornára, remélem, hogy velem fogtok tartani. Hogyha bővebbi információkra vagytok kíváncsiak, vagy kicsit többet szeretnétek látni ebből az új update-ből, érkező update-ből majd, akkor a leírásban lévő linkre menjetek rá, ami egy livestreamhez fog titeket vezetni. Ott bemutattam részletesebben az újításokat. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, srácok, legyetek jók, sziasztok!